próbaindító rendezvényt tartottak a budapesti Hotel Hadikban július 19-én a Magyar Honvédséghez kötődő egyesületek sportolói és sportszakemberei számára, akik nyáron hazánkat képviselik az ötkarikás játékokon. A 22 sportolót, köztük három katonát, dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, dr. Szabó Tünde az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, a magyar csapat vezetője, illetve Molnár Imre, a Budapesti Honvéd Sportegyesület ügyvezető igazgatója köszöntötte. Részt vett az ünnepségen dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvédvezérkarfőnök, illetve Kunst Gábor, a BHSE örökös elnöke is. Bízom benne, hogy az olimpia szellemisége, az olimpia eszmeisége az ilyen sajátos kihívásokkal és válságokkal és sajátos háborúkkal teli világunkban eléri legalább azt a célt, hogy fegyverszünet lesz a világban, és mindenki a sportszerűség, a fair play értékeit felmutatva küldi csatába, jó értelembe, tisztességes küzdelembe sport területén az olimpiára a versenyzőit. A honvédos sportolók összesen 8 sportágban képviselhetik magukat az idei olimpián. Ezek az atlétika, a judó, a kajakkenu, az öttusa, a sportlövészet, az úszás, a vívás és a vízilabda. Én úgy gondolom, hogy ha mindenki ki tudja magából hozni a maximumot, illetve azt a tudást, ami benne van, és magamra is gondolok természetesen, akkor nagyon szép eredmény születhet a végén. Ez lehet aranyérem, ezüstérem, akár bronzérem. Szeretnék ismét dobogóra állni az olimpián, szeretném ismét átérni azt a csodálatos érzést, amit 4 évvel ezelőtt. De az még azért odév van, tehát még azért rengeteg van, egy is meg kell hozzá csinálnom, hogy ez bekövetkezzen. A honvédelmi miniszter köszöntőjében hangsúlyozta, a kormány a sport elkötelezett támogatójaként mindent megtett annak érdekében, hogy a versenyzők a lehető legjobb körülmények között készülhessenek a riói játékokra. A magyar sport hihetetlenül eredményes, hiszen az újkor olimpiák eredménylistáját végignézzük, éremtáblázatot végignézzük, akkor azt látjuk, hogy 168 aranyérmet szereztünk, 148 ezüst és 170 bronzérmet. Ezzel a nemzetek sorában a 8. helyen vagyunk, egyébként lélekszám arányosan pedig a 2. helyen. Ugye a mindenkori magyar kormánynak az a feladata, hogy a sportolásra ne csak ösztönözze az embereket, ne csak mondja, hogy milyen jó lenne, ha többen sportolnának, hanem teremtsen is lehetőséget, adjon teret ennek létesítményekben, programokban és sok-sok mindenben. Az elmúlt években ezt láthattuk. Ennek függvényében jelentős mértékben nőtt, több mint 100 000-rel nőtt az utánpótlás korosztályú igazolt sportolók létszáma. Ez egy óriási eredmény. Bevezettük a mindennapos testnevelést, ez is egy óriási vívmány. Én azt mondom, hogy szerintem a magyar sportolók és közöttük, a nemzeti sportolói között a honvédos sportolók rendkívüli módon fölkészültek, folyamatosan tréningeztek, az edzők kiváló szakmai munkát végeztek, 22 honvédos sportoló lesz ott a nemzeti csapatban Rióba kiutazva. Szerintem a vívásban, kajakkenuban, úszásban én biztos vagyok benne, hogy nagyon szép és komoly eredményt fognak elérni a sportolóink, honvédosok és mások. De mindig vannak meglepetés sportágak, mindig vannak meglepő eredmények. Egyenlőre szurkoljunk, az a lényeg, hajrá Honvéd! A BHSE eddig összesen 63 olimpiai aranyérmet adott az országnak, és ezzel hazánk legeredményesebb egyesületének számít az ötkarikás játékokon.